A séta nem csak az érintetteknek szól, hanem családtagjaiknak és ismerőseiknek is, ugyanis nagyon fontos megtanulni, hogyan lehet megkönnyíteni azok mindennapjait, akik a gyógyulás útján járnak, mondta Ágoston Gabriella, az Egymásért, Melldaganat Megelőzésért és Gyógyulásunkért Egyesület alelnöke, és hozzátette, az elmúlt időszakban Szerbiában számos innovatív gyógymódot vezettek be, amelyek hozzájárulhatnak a sikeres gyógyuláshoz. Az onkológia egy kezdet, egy gyógykezelési kezdetnek számít, ami jó hír. És ezt a jó hírt, ezt az jó üzenetet szeretnénk a sétánkon elmondani, továbbadni, séta közben beszélgetni, osztani szórólapjainkat. Szórólapjainkban benne van továbbra is az önvizsgálat módja, hiszen a fiatalokat arra serkentjük, és ezt tesszük most folyamatosan havi szinten a Daniló kis alapítvány segítségével és együttműködésével, hogy tudják, hogy mikor és milyen módon kell elkezdeni foglalkozni a testünkkel egészségügyi szempontból. A Mellrák Nemzetközi Napja alkalmából holnap 16 óra 30 perces kezdettel emléksétát rendeznek Szabadka központjában, amely az Egyesület egyik alapítójáról kapta a nevét.